Sziasztok! A Tech2-t nézitek, és a Kubi X8 Slim Naven Call tableten az Antutu Benchmark programot fogjuk most lefuttatni. Előbb nézzünk rá a rendszeri infókra. Android 4.2.2 Jelly Bean futtat a tablet. MediaTek MT8389-es processzor van benne, amit látható 500 és 1200 MHz közötti órajellel 4 processzormaggal, ezek egyébként mind Cortex A7-esek. A kijelzőnk az 1024x768 pixeles 4.3-as, 1 giga RAM-ot kapunk, amiből olyan 200 MB van, szabadon 213 pillanatnyilag, PowerRail SGX 544-es grafikus gyorsítónk van, OpenGL ES 2.0 támogatással, 1,9 megapixeles, 0,3 megapixeles kameráink vannak, illetve itt vannak a szenzorok, amelyek belekerültek a készülékbe. Ebből a szempontból jól állunk, hiszen egyébként van beépített 3G-nk és Wi-Fi-nk is. El is indítjuk a tesztet, amely rávilágít majd remélhetőleg a végén arra, milyen hardveres teljesítményre képes a készülék. Maga a Kubinak az X8 Slim Naven Call tabletje nem feltétlenül a hardveres teljesítményével akar egyébként versenyezni. Sokkal inkább mondható az, hogy a extrákkal, ilyen például a GPS, a 3G, a telefonhívás funkció, az FM rádió, tehát ilyen kis apróságok, amelyek fontosak lehetnek, főleg úgy, hogy összességében nem nevezhető egy drága tabletnek, olyan 45.000 forint körüli áron érhető el. Persze, aki esetleg a legjobb játékokkal akar játszani, vagy hasonlók, azok választhatnak erősebb tabletet, bár ott vagy a kedvezőbárról, vagy a 3G-ről, GPS-ről és hasonló extrákról kell majd lemondania. Éppen ezen középkategóriás hardware miatt igazából nem várom azt, hogy félelmetesen jó lesz majd a teljesítménye a tabletnek a teszt végén. Igazából még csak a középmezőnyben sem biztos, hogy sorolnám, persze majd meglátjuk, hogy hogyan teljesít. Az a Cortex A7-es MediaTek MT8389-es igazából nem egy kifejezetten erőteljes egység, annak ellenére, hogy 4 mag van benne. A Cortex A7-es magokkal rendelkezik, max 1,2 GHz-es órajellel, ez inkább fogyasztást tekintve számít jónak, mint sem teljesítményt figyelembe véve. Időközben el is indult a grafikus teszt, amely előbb két darab 2D-s, illetve egy 3D-s teszttel fog lezajlani. Itt már fut is a 3D-s teszt, ez egy OpenGL ES 2.0 teszt. Hát látszik, hogy igazából 15 FPS felé nem nagyon ment még itt a képfrissítés száma, ami mindenképpen meghatározza, hogy hát ez a PowerVR SGX 544-es bizony tényleg nem egy kifejezetten játékra tervezett grafikus mag. Itt elsősorban emiatt nem is várhatunk komoly teljesítményt így a teszt vége felé. Lefutott a teszt, most keressük meg a készülékünket, ami hát itt valahol legalul van, éppen nem ír ki valamiért pontszámot, megpróbál mondjuk elforgatva, bár szerintem az itt pont nem működik. Itt a részletekre kell rámennünk, 13.528 pontot kaptunk, itt már látszik, de tehát az is, hogy igazából legalul vagyunk ezzel. Igazából ez egy középkategóriás eredmény, amit produkálni tudott a Kubi, amit vártam is. Ez volt tehát a Kubi X8 Slim Naven Call tablet, kövessetek minket továbbra is a Tech2-n, sziasztok!